Most csönd van. Azt énekelje nekem az a... Milyen kalapom? Van nekem egy... Most adásban vagyunk, Erzsike. Milyen adásban? Milyen kalapja van magának? Nem, már nincs már semmi. Mondd nekem egy daru szerű kalapom. Ennyi? Ott más! Ez ilyen rövid nóta. De mi az, hogy daru szőrű? De Pista bácsi, a daru nem is szőrös. Nem baj az. Úgy hidd el, ahogy mondom. Akkor ez olyan, mint az Erge toll? Az Ergének sincs tolla. Mégis szőrös a daru. A bíróság se tudja kinyomozni, hogy kinek mi volt. Pista bácsi, és hogy van tovább a dal? Pikkelje vagy akár. Tehát van magának egy daru szőrös kalapja. Hát most eldarulom, mert úgy mondja a nóta, hogy volt nekem egy daru szőrű kalapom. Akkor azt miért kell azt megcáfolni? Nem cáfoljuk, csak érdekel. De nóta is azt mondja, nem csak én. És mi van a folytatásban? Nem tudom. Ennyi az egész? Hát tudom, csak... Hát gondoltam, hogy megmótázunk ketten. Betanítja nekem, és akkor esetleg egy tercmenetet betennék. Na látja, nekem még tanulni is lehet magának, mert ki a pár. Az Erzsike jobb, ha hallgat, mert ma már kiüvöltötte a torkát. Hát ez volt. Milyen kis csendes, igaz? Most a legjobb. Na jó van, akkor nem énekli, nem baj. Ide, ebben maradtunk, hogy a daru az egy szőrös madár. Rendben van. De akkor hogy a fenébe repül? Hogy repült? Hát a medve se tud repülni, pedig annak is tiszta szőr a teste. De annak a maga szárnya volt szőrös. Igen? Jó, akkor ebben maradt. Jó van, mert már az őrület a tetőfokára hágott. Köszönjük szépen.